2020. szeptemberében csatlakozott a Neumann János Egyetem a Tanítsunk Magyarországért programhoz. Azóta az intézmény 44 hallgatója vállalkozott arra, hogy részt vegyen azon az egyetemi kurzuson, amely felkészíti őket az általános iskolákat segítő mentori munkára. A Tanítsunk Magyarországért program 2018. decemberében még 4 egyetemmel indult, mára azonban már 9 felsőoktatási intézmény csatlakozott hozzá. A program legfontosabb célja, hogy a kistelepülésen élő általános iskolásokat támogassák tanulmányaik sikeres elvégzésében. Azt tapasztaltam a terepkutatásaim során és a nemzetközi példák alapján, hogy vannak mindenhol a világban olyan települések, amelyek a munka és továbbtanulási lehetőségektől távol esnek. Azok a gyerekek, akik itt nőnek fel, nem kevésbé tehetségesek, mint a városi társaik, viszont esetenként 14 éves korukig nem is nagyon hagyják el a településük határát, vagy csak ritkán. Ezek a gyerekek általában nem kapják meg azokat az élményeket, amelyek ahhoz kellenek, hogy kialakuljanak bennük azok a vágyak, amelyek a továbbtanuláshoz, az élet tervezéséhez vagy a jövő elképzeléseihez szükségesek. Ők azok, akik megpróbáltatásként élik meg, hogy 14 éves koruk után sokat és rendszeresen kell utazniuk, majd bekerülnek egy új közösségbe, ahol nem tudja őket senki segíteni. A Tanítsunk Magyarországért program során az egyetemi mentorprogramban résztvevő hallgatók meghatározott számú 7. osztályos általános iskolás diákkal kezdik meg a közös munkát, a közös élményszerzést, a településen túli világ izgalmainak felfedezését, amely motiválhatja őket a fejlődésben. Mindemellett pedig segítséget nyújtanak abban, hogy sikerrel fejezzék be az általános iskolát, valamint tovább folytassák tanulmányaikat a középfokú oktatásban. Az elsődleges hozadéka az, hogy ezek a gyerekek élményeket szerezzenek, jól érezzék magukat, értelmes célt találjanak az életüknek, példaértékű családanyává, családapává váljanak, és persze ennek alapfeltétele az, hogy ők el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, mert ha munka van, minden van, ha munkához való viszonyunkat meg tudjuk őrizni, akkor hosszú távon fenntartható az életvitelünk. A programnak azonban nem csak a kisiskolások számára van pozitív hozadéka. Az egyetemi mentorprogramban résztvevő hallgatók havi 30 ezer forintos ösztöndíjban részesülnek. Az anyagi honorárium mellett azonban a különböző élménybeszámolók és felmérések alapján elmondható az is, hogy az önzetlen segítségnyújtás élményével is gazdagodnak. A témával kapcsolatban bővebb információkat Kiemelő című magazin műsorunkban kaphatnak.